Jó estét kívánok, köszöntöm az aréna nézőit. Mai adásunkban elsősorban a kosárlabdája lesz a főszerep, hiszen mind az ZTE női, mind pedig a férfi csapata itthon játszott a hétvégén, ezekről a mérkőzésekről láthatnak majd összefoglalót itt nálunk. Emellett pedig egy atlétikai versenyre is kilátogattunk itt a hétvégén hiszen az Alaszám Zalaegerszegi Atlétikai Klub is versenyt rendezett, most már másodikat ebben a naptári évben. Emellett a stúdióban pedig harcművészetekről fogunk beszélgetni, aki teheti ezúttal is tartson velünk. És akkor kezdjük atlétikával. Ahogy említettem, a hétvégén ismét versenyt szervezett az Alaszám Zalaegerszegi Atlétikai Klub. Ugye két héttel ezelőtt már volt egy rendezvényük a futófolyoson. A helyszín ezúttal is természetesen ugyanaz volt, hiszen még a fedett pályás szezon tart, mondhatjuk bőven. A mostani rendezvény pedig a Kondex Kupa volt. A serdülő országos bajnokság után és a felnőtt OB előtt az Alaszám Zac is rendezett egy fedett pályás versenyt, mégpedig a hagyományos Kondex kupát. A viadalon az U14-től felfelé minden korosztály indulhatott. Érkeztek is nevezők Zalaegerszeg mellett Keszthelyről, Sopronból, Tapolcáról, Veszprémből és Szombathelyről is. De tulajdonképpen mert ez egy hagyományosan így építjük fel a fedett pályás versenyszezonunkat, a Vámszakértő kupával, illetve a Kondex kupával. Egyik az utánpótlás, másik pedig már itt a felnőtt versenyek előtt felkészülési verseny. Jövő héten valóban indulunk már a felnőtt országos bajnokságon Nyíregyházán, múlt héten pedig az u 16 asok országos bajnokságán vettünk részt. Tulajdonképpen 168 nevezés érkezett a mai versenyre. Ez egy felkészülés, valamennyire a formába hozás versenye, nem kell elutazni, itthoni körülmények között tudnak a versenyzőink készülni az országos bajnokságra. A Keszthelyi VDS-es sportolója Tihanyi Zsombora közelmúltban megnyerte a felnőtt országos bajnokságot 60 méter gáton. Természetesen a Kondex kupán is esélyeshez méltóan diadalmaskodott. Igazából nem annyira készültem egy országos után, inkább próbáltam kipihenni a hosszú hétvégei versenyt. Szerdán volt egy keményebb edzésem, azóta inkább kicsit lazáztuk. Igazából próbáltam az időeredményt itt jól megfutni. Most úgy éreztem, hogy nem vagyok annyira formában, mint országosan, de az fontosabb volt igazából. Most több fedett pályás versenyem nem lesz, Készülünk a szabatéri országosra, most az a legfontosabb. Tiani Zsombor a kupán aratott győzelmével elnyerte a Kauzli József emlékserleget is. A 60 méter gát mellett 60 méter síkfutásban, ötös és távolugrásban, diszkoszvetésben, illetve súlylökésben rendeztek versenyszámokat. A legtöbb győzelmet elérő egyesület pedig hazavihette a Kondex kupát. Ez a klub idén az alaszám zac lett. Gratulálunk természetesen az atlétáknak, mi pedig harcművészetekkel folytatjuk. Köszöntöm nálam, nálunk, nálunk Dara Ferencet, a Zalaegerszegi Belső Utak iskola alapítóját és elnökét, sőt mondhatjuk edzőjét és versenyzőjét is. Többféle titulusod is van. Jó estét kívánok, szervusz! Jó estét, köszöntöm a nézőket! Kezdjük is a mond, nagyjából friss eseménnyel, hiszen a két héttel, másfél héttel ezelőtt volt egy, mondhatjuk, ünnepi rendezvényetek, ami, ami a Zalaegerszegi csoport 20. születésnapját jelentette. Jól tudom, de javíts ki, hogyha nem így van. Mi is volt ez pontosan? Hogy sikerült a rendezvény? Hát annyiba javítanék, hogy nem az Zalaegerszegi csoportunk, hanem a Lentinek a 20. évfordulóját tartottuk itt az a legerszegi jóval régebb óta ö, megvan, és ö, hát ugye nem sűrűn szoktunk mi ö, ünnepelni, és ö, ez most egy ö, apropója volt annak, hogy ö, 20 éves volt az a csapat, és ö, vannak többen, akik azóta 20 éve ö, ugyanúgy velem vannak, és elékezett az ideje, hogy, ö, hogy ezt díjazzuk. És hogy sikerült, itt volt-e mindenki, akire számítottál? Hát ugye itt a sok év alatt én rengeteg komoly mestertől tanultam. Nem sikerült mindenkinek eljönni, de itt volt például a Magyar Tradicionális Kunkvés és Szakszövetség elnöke, Varga István. És uh, itt volt, uh, például Bogláról a Borbé Attila egy régi testvérem, akivel még régen nagyon sokat uh, tanultunk együtt egy helyen. Akkor ez az összességében azt mondhatjuk, hogy jól sikerült mindenképpen a, a, ez a születésnapi rendezvény. Igen, hát uh, körülbelül 50 tanítványunk meg családtagok uh, voltak jelen. Egész nap mindenféle bemutatókat tartottunk, abból a 20 évnek az anyagából szemezgettünk egy kicsit, amit ezek az emberek velem töltöttek. Én említetted, hogy többféle stílust is oktattok az iskolában, hogyha pár szóban azért be tudnád mutatni, hogy melyek is ezek, illetve természetesen kérdés az is, hogy vártok-e esetleg még jelentkezőket, akik kedvet kapnak? Ezek az hát, a Persze, jelentkezőket mindig várunk, tehát nagyon nem szoktuk hirdetni, aki keres minket, ez megtalál. És hát a Kungfrau talán annyit, hogy, hogy itt a nyugaton ez a név terjedt el a kínai harcművészetekre, ugye valójában Búsuna hívják, ami harcművészetet jelent. Nagyon sok, több száz ága van. Azon belül itt nálunk tanulunk kötött a Tácsi csuánt, ami talán az egyik ilyen legerjet, elterjedtebb, a Singi csuánt, ami egy harcias stílus, a Pakua ami körmozgásokon alapul, és mindezeknek az alapját a Vudánkunk fut, ami Kínába a Vudánk-hegyről terjedt el. És nagy részben mi is ott tanultuk. És ugye Zalegerszegre említetted, hogy már korábban, több mint 30 éve kezdted el ö, oktatni a harcművészeteket. Zalegerszeg mellett csak Lenti, vagy esetleg itt a megyében több helyen is ö, ö, oktatsz. Nagy Kanizsán van még iskolánk, ott az egyik tanítványom a Táborizita vezetőiskolát. Tehát ő nagyon régóta jár hozzám. Milyen a, milyenek ezek a csapatok, ha lehet így mondani? Milyen létszámmal tudsz dolgozni? Mennyire vagy elégedve a gárdákkal? Hát, e, itt amikor a COVID volt, akkor abban a pillanatban fele lett a létszám, és elég nehezen, de mi túléltük azt az egész visszaesést. Körülbelül egy ilyen. E, 10-15 ember, akik a foglalkozásokra járnak egy-egy alkalommal, hát így a három helyre körülbelül egy ilyen 40-50 ember jár hozzánk. Nyilván soha nincs olyan, hogy mindenki ott van. Főként a felnőttek, tehát nagyon kevés a, a gyerek, aki, aki ezt majd valamikor tovább tudná vinni. De természetesen ők is, tehát mutatjuk azt, hogy akár fiatal korban is el lehet ezt kezdeni. Igen, igen, hát ilyen 10-12 éves korban a legjobb, amikor már meg is érti a mögötte levő tartalmat is, ugye nyilván ez nem csak mozgás, meg nem csak örekedés. Mellette tanítjuk, hogy jön úgy a kínai taoista filozófiát is, ami ettől és Ugyanúgy tanítunk uh, ilyen kínai egészségmegőrző rendszereket, ugye a is van külön, amire uh, olyanok uh, járnak főleg, akik nem a harcművészetet akarják gyakorolni, hanem az egészségükért akarnak tenni. Ez főleg felnőttek gyerekeknek. Most nemrég indítottam külön gyerekedzést. Én ezt kérdezni akartam, hogy hogy épül fel nálatok egy edzés, főleg azok számára, akik kevésbé ismertek az ilyen harcművészetekben. Tehát említetted, hogy itt most tehát küzdelmek vannak, vagy egyéni technikák gyakorlása, hogyan néz ez ki? Igazából ez mindegyik. Tehát mi egy tradicionális harcművészeti iskola vagyunk, tehát nem küzdő sport, a versenyek azok csak ilyen mellékesek nálunk. Igazából a e, saját magunknak a fejlesztése a cél mindig. Hát nagyjából ilyen kb. hagyományőrzőknek kellene minket elképzelni, mert a e, régi tradicionális kungfurba nagyon sokféle fegyverhasználat is e, beletartozott, és mi e, nagyon sokféle ilyen, kézi kézifegyvert is tanítunk. Tehát a valamikori kínai alapműveltséghez, a, egy harcmészmesternek hozzátartozott a 18 alapfegyver használata, az nálunk is megvan. Az alabárdoktól, a bottól, a kardoktól elkezdve mindenfélét, és ugye ezekkel tanulunk gyakorlatokat, páros gyakorlatokat, küzdelmi gyakorlatokat, vannak olyan fegyvereink, amivel ki lehet próbálni ebbe a küzdelmet is, sérülés nélkül nyilván nem az élesse, mert az nem tartana sokáig. És vannak ugye ugyanúgy az ehhez tartozó pusztakezes gyakorlataink is. Sok-sok időt vesz igénybe, és ezt kevesen szállják rá. Tehát, hogy mindent megtanulni jó soha nem lehet. Nyilván mint sok mindenhez, ez is gondolok elsősorban kitartás kell itt a, a tanítványoktól. Igen, minden más megtanítunk, azt az egyetlen tudjuk. Igen. Ugye említetted itt, hogy elsősorban nem a versenyekről szól, ám ha jól tudom, mégis vannak azért itt a harcművészetek terén is versenyek. Ezeket hogy kell elképzelni, és mennyire általános az, hogy mondjuk indul az egyesületek, egyesülettetek sportolója, a sportolója tanítványa egy ilyen versenyen? Ugye a mi vagy az Egyesületünk tagja a Magyar Tradicionális Konfésusú Szakszövetségnek, és ugye a tagság egyik feltétele, hogy a versenyrendszerben részt veszünk, ezért a háromfordulós magyar bajnokságon mindig ott vagyunk. Általában elég jó eredménnyel a tanítványok a tavalyi évben 12 magyar bajnoki címet szereztek, ami azt jelentené, hogy a nemzetközi versenyekre, Európa bajnokságra, világbajnokságra, elvileg 12 kategóriába kvalifikáltunk, nyilván elmenni nem tudunk, mert ez már nagyon sokba kerülne. De itt most a tavaszi szezonban is nagyon sok verseny lesz, ugyanúgy a magyar bajnokság, ugyanúgy lesz egy nagyobb nemzetközi verseny, Mosó-Magyaróváron, aztán Pozsonyba, ahol ugye hét országos nemzetközi versenyen most már régóta minden évben részt veszünk. Tehát ami közeli és elérhető, ott mindig ott vagyunk, és általában nyerünk is mindenféle. És amit említettél, hogy ugye világbajnokságok is vannak, és hogy ez pénzügyileg nem annyira elérhető, akkor ezek nem is Európában, hanem inkább Ázsiában fordul elő? Mindenféle. Ugye például most kaptam a neki volt meg a kiírást az Európa Bajnokságra, ami is -ba lesz. Ott, ott, például egy, egy közel egy milliós mutatvány lenne egy embernek, tehát ezt nem tudjuk meglépni. Akkor itt adódik a kérdés, hogy önfenntartók vagytok, hogy tulajdonképpen? Igen, teljesen. Tagsági díjakból. Igen, teljesen. Hát igen, így, így, így nyilván, abszolút nem egyszerű. Viszont megint csak adódik a kérdés, hogy ha valaki igazából el akarja sajátítani, annak mármint legjobban talán, akkor talán egyszer kell tenni egy ázsiai kirándulást is. <laughs> nem tudom, hogy akár saját maga jártál-e Kínában, mennyire tudták közelebbről megismerkedni a tényleg a hagyományos edzésekkel. Hát nekem szerencsém volt, mert egy idő után már itt Magyarországon nem volt hova mennem tanulni, és muszáj volt. Tehát többször jártam Kínába, ugye a mi ez a után kegyről származik, és az ottani taoista kolostorokba, meg az ottani iskolákba tanulhattam. Nem csak én, hanem több tanítványom is. Például utoljára 2018-ban 17-en voltunk innen Kínába egy ilyen tanulmányútra. Sok olyan gyakorlatot tanítunk, amit mondjuk körülbelül 10 fehér ember tud a világon. Tehát itt nálunk elég ritka dolgokat tanulunk, amire elég messze kellett elmenni. Hát így van. És ha már említetted a taoizmust, ugye ott az leginkább a természet törvényeivel, természet közelségével van kapcsolatban. Én nagyon jól emlékszem, és tényleg ha nem csal az emlékezetem, akkor többször láttalak titeket, még annak idén a Vizsda Parkban edzeni. Hogyha minden igaz, hát, ez még előfordul-e, hogy kimentek valóban a természetbe, vagy inkább ti is hát nyilván téli időszakban mondjuk fedett pályánteremben tartjátok az edzéseket? Ugye szerencsére most már egy hét éve van egy nagyon jó edzőtermünk Zolaegerszegen az Evo ipari Park területén, és ugye eddig is a nyári edzéseinket szoktuk a Vizsla Parkba tartani. Több oka van egyrészt, a nagyobb, hosszabb fegyverekkel ott jobban elférünk, ugye az emberek is már megszoktak minket elég rendesen. A, másik meg, tehát a tájcsicsikungot azért kint a természetben mégis csak jobb gyakorolni, jobb energiák vannak, mint egy edzőteremben. És ugye, amíg nem volt ez a jó edzőtermünk, addig szinte egész nyáron mindig ott edzettünk kint, sőt, én magam 20 éven keresztül télen is. Tehát ez, ez mindig így van. Mik a közelebbi vagy távolabbi tervek itt erre a 2024-es évre van-e, amit konkrétan előirányoztatok magatok elé? Hát ugye a rendszeres normális edzéseken kívül ugye most indítom a gyerekcsoportot, nem tudom, hogy ebből mi lesz, majd kiderül. A a Szövetségnek a versenyrendszerébe részt veszünk idén is, tehát az egy háromfordulós magyar bajnokság. A tavaszra jut ezzel együtt, hát egy három-négy verseny legalább, amiből három mondjuk nemzetközi. És mivel hogy olyan nagyon nem szoktunk rájuk készülni, csak elmegyünk, de azért várhatók elég jó eredmények. Akkor remélem, hogy ez tényleg így folytatódik. Köszönöm, hogy befáradtál hozzánk, és további sok sikert kívánok neked én, is, illetve az Egyesületnek is. Teljesítés. Én köszönöm a meghívást. Mi pedig kosárlabdával folytatjuk, uh, ahogy említettem, mind a két Zalaegerszegi csapat itthon játszott. Most a időrendben kezdjük így a férfiak szereplésével, hiszen ők szombaton léptek pályára. Ugye az Alakerámi az ETE csapatáról van szó, akik nem kezdték jól az idei évet kiestek a kupából, illetve négy bajnoki mérkőzést is elveszítettek, így abszolút mondhatjuk azt, hogy nem a legjobb formában várták a Kaposvár együttesét. Jackson kosaraival indult a mérkőzés, ám a ZTE hamar fordítani tudott. Egy remek 12 0 futással 4 perc elteltével 15-5-re már a hazaiak vezettek. Az öröm azonban nem tartott sokáig, mert a negyed második felében alább hagyott a figyelme. A kaposvár pedig kihasználta ezt. Ezúttal ők vágtak ki egy 19-4-es szériát, amivel az etapot is megnyerték 27-23-ra. A második felvonást 6-2-vel kezdte az ete, amivel egyenlítettek is a kékfehérek. Játékukba azonban továbbra is rengeteg hiba csúszott, sok volt az eladott labda, védekezésben is akadtak rövid zárlatok, illetve többször a játékvezetők is borzolták a kedélyeket. Így nem csoda, hogy a vendégek tartani tudták minimális előnyüket. A nagyszünetben 44-41-re vezetett a kaposvár. A harmadik etap egy Jackson kosárral kezdődött, de utána a ZTE percei következtek. Az egerszegiek Tóth Ádám vezéletével egy 13 0 rohanást produkáltak az alai kapitány pedig már 20 pont felett járt ekkor. Teljesen megnyugodni viszont nem sikerült, mivel a negyed hajrájában a KKK is bemutatott egy 9 0 szériát, amivel rövid időre visszavették a vezetést. Ám a felvonás vége ismét az eté élet, és 30 percet követően 64-57-re mentek. A folytatás is hasonló volt zalai szempontból. A negyedik játék részben 2 perc elteltével már 12 pontos fórja volt a fehérmezeseknek. A vendégek azonban nem adták fel, és éből vezérletével három pontra jöttek fel az etap közepére. Ezzel azonban el is lőtték minden poskaporukat, mivel a hazai oldalon a legvégére Hicks is feltámadt. Az amerikai 11 pontot szórt a felvonásban, és ugyan két perccel a vége előtt a mezőny legjobb Tóth Ádám kipontozódott, ez már érdemben nem befolyásolta a mérkőzést. Az Alakerámia zété egy remek második félidővel megérdemelten győzte le 88-78-ra a Kaposvár együttesét. Ezzel pedig öt után végre megszerezték első győzelmüket 2024-ben az egerszegiek. A folytatás február 14-én Pakson. Így van, tehát szerdán, azaz holnap után már pályára lép ismét az Alakerámia ZTE. Az atomerőmű eső otthonában, hát egyáltalán nem lesz könnyű, találkozó ez, hiszen a Paks igencsak jó formában van, és még nem léphet pályára az új légiósa sem a Tolnai városban az etének, hiszen a mai napon a ZT, ez a az ZT gárdája szerződtetett egy újabb légióst az amerikai Tristan Ikpe személyében. Az amerikai játékos Ciprusról érkezik majd az Alai megyeszékhelyre. Hát ugye Lekunász távozott már lassan két hónapja, és az ő posztjára, tehát a négyes pozícióba érkezik majd a 198 cm magas amerikai játékos, akinek Cipruson nem voltak rossz mutatói. Hát reménykedjünk benne, hogy valóban segítségére lesz az etének. Tehát most szerdán még nem lépett pályára, utána viszont igen, hiszen következik egy hosszabb szünet, a férfi kosárlabda bajnokságon, és majd csak március másodikán játszik újra itthon a ZTE, akkor majd a Sopron érkezik az alakerámia sport és rendezvény csarnokba, és azon a mérkőzésen már az új légiós is bemutatkozhat, reméljük minél jobban. És akkor maradunk még a kosárlabdánál, a férfiak után most a nőkkel folytatjuk. Az ETE NKK az elmúlt hétvégén kettő mérkőzést is játszott, Kelet-Magyarországon mind a kettőt előbb Debrecenben nyert, ám aztán a következő nap Nyíregyházán már kikaptak a lányok, viszont hamar revansot is tudtak venni, hiszen most vasárnap a nyírségiek érkeztek Zalaegerszegre. Óházi és Jurkó találataival villámrajtot vettek az egerszegiek, alig telt el két perc a mérkőzésből, és már 9-0-ra vezettek. Lassan a vendégek is felvették a találkozó ritmusát, és két duplával léptek közelebb ellenfelükhöz. Szórádan a távoli jára két Vukicevics büntető volt a válasz, így öt perc után 14-8-ra vezettek a házigazdák. Két perccel később a nyírségiek 6 0 futása után viszont már egyenlő állást mutatott az eredményező tábla. Gyorsan rendezték a sorokat az egerszegiek és jelentősnek mondható 10 pontos előnyt szereztek, de a játékrész hajrája a vendégeknek sikerült jobban. Az első negyedet 24-20-ra nyerték a vendéglátók. A folytatásban Szórád szerezte az első kosarat, majd percekig felváltva estek a találatok. Ebben az időszakban az étie őrizte néhány pontos előnyét, sőt a 18. percben már 7 ponttal vezetett. A félidő végére megint sikerült felzárkózniuk a vendégeknek, de Jurko Noémi utolsó másodperces triplájával 42-36-os hazai előnynél vonulhattak pihenőre a csapatok. Hasonlóan kezdte az ETA a második félidőt, ahogyan a mérkőzést. Ezúttal egy 8 0 futással 10 pont fölé nőtt a két csapat közötti különbség. A vendégek 5 perces kosárcsend után szerezték az első találatukat. Az alaiak remekül védekeztek, és a támadásokat rendre kosarakkal zárták. 17 hétre hozták a negyedet, ami azt is jelentette, hogy lényegében 30 perc játék után eldőlt a találkozó. 59.43-as hazai előnynél kezdődött a záró játékrész. A vendégek megpróbálták tartani a lépést a remekű játszó egerszegiekkel. A 33. percben Kovács Georgina büntetőit követően már 20 pont fölé nőtt a zalaiak előnye, amelyből 16-ot a találkozó végére megőriztek. A végeredmény 80-64 lett, így az etének sikerült visszavágni az elmúlt héten Nyíregyházán elszenvedett vereségért. Győzelmével az ETE matematikailag is bebiztosította, hogy az alapszakasz után a felső ágon kezdheti meg a rájátszást. A folytatásban ismét hazai környezetben lép pályára Rózsás Gábor együttese. Vasárnap 17 órakor a tabella szomszéd BKG Prima Sziget -Szent Miklós csapatát látja vendégül. Reméljük a további szép eredményeket a női kosarasainktól is, és talán majd akkor a feljutásért is játszhatnak a bajnokság vége felé. A műsorunk is a vége felé jár, egy-két eredmény még a hétvégéről. Labdarúgásban is folytatódott a bajnokság, az éte jól kezdte ezt a 2024-es évet, hiszen előbb a Fehérvár, majd a Puskás Akadémia együttesét is legyőzték a kékfehérek, és hát egy nagyon fontos találkozó volt tegnapi Zalaegerszegen, a mezőköves csapatát látta vendégül az ETL azonban hiába vezetett 1-0-ra még a szünetben, az Ete végül 1-1-es egy döntetlennel zárult a találkozó, de legalább megőrizte a 6 pontos előnyét a Zete a kövesdiekkel szemben, így várhatja majd a folytatást, ami nem lesz könnyű, hiszen Paksra látogatnak a kosarasok mellett a focistáink is, és hát a Paks jelenleg a lista vezető az NB1-ben, úgyhogy ott egy pontszerzés már tulajdonképpen bravúrnak is számítana, de mindenféleképpen kellene legalább egy pont onnan is. A hétvégén folytatódtak a teke vajnokság küzdelme is, pontosabban újra indult, hiszen egy hosszabb téli szüneten voltak a tekézők. felemás más eredménnyel zárult az alaegerszegi csapatok számára, hiszen a hölgyeknél az ETS év együttese győzött, méghozzá 6-2 arányban múlták felül a Balatoni Vasas együttesét ám a ZTK gárdája vereséget szenvedett Kaposváron, méghozzá 7-1 arányban, és így bekövetkezhet az a szomorú eset is, hogy a ZTK majd a szezon végén nem lesz ott a, a dobogón, pedig amióta a Superliga létezik, akkor azóta az ZTK mindig minimum a dobogó legalsó fokát elcsípte, de ugye többször is volt bajnok, Jelenleg viszont úgy tűnik, hogy még a harmadik hely is bravúrnak számítana, de hát van még pár forduló, úgyhogy reménykedjünk abba, hogy odaérnek majd a dobogóra az étékások, a hölgyek pedig akár a bajnoki címért is versenyben lehetnek, hiszen holt versenyben állnak az élen. Ezzel pedig mai műsorunk végéhez értünk. A szokásos menetrend szerint majd kettő hét múlva azaz február 26-án várjuk Önöket itt az Alaegerszegi Televízió csatornáján az Arénával. Kollégáim nevében is megköszönöm a figyelmet, a viszontlátásra!